Sziasztok, Könke vagyok. Ez pedig a Mindenemű Családi Ház Monológ podcast adása. Ez a második része a szakértői szemlének. Ebben a részben egy általam összeállított adatlapot fogunk pontról pontra végigvenni. Ezt az adatlapot azért állítottam össze, hogy kicsit ilyen átfogó képet kapjon az ember általános dolgokról, egy épületről, szerkezetekre vonatkozóan, gépészetre vonatkozóan, stb. Bár ezt szövegesen is leszoktam írni, meg egyebek, de jobb, hogyha van egy ilyen azonnal áttekinthető adatlap az épületekről. Végigveszük ezeket pontról pontra, hát ha valakinek segítséget nyújt egy önmagában történő háznézés során. Tehát letölthetővé teszem a podcast linkjében, illetve leírásában ott lesz a linkje ennek az adatlapnak. Azt azért kihangsúlyoznám, hogy ezeknek az adatlapon szereplő dolgoknak egy része az vagy szakértelmet kíván, tehát műszaki háttértudást, és vagy műszerezettséget. Az, hogy van-e koszorú a házon, meg ilyesmik, azt vagy például térfal koszorú, térfal pillérek, én is általában hőkamerával tudom csak megállapítani. Az érdekesség az egyébként, csak hogy szúrjak még egyet az ingatlan közvetítőkbe, az előző podcastben, illetve az előző részben megtettem, hogy én alsó hangon elvárnék egy ilyen adatlapot. Az útvonalon veszély várható. Minden egyes ingatlanra. Ugyanis ennek a kitöltéséhez egy normális ingatlan közvetítőnek meg kellene, hogy legyen a tudása, amennyiben elvégezte legalább ezt a pár hónapos OK és ingatlan közvetítési értékbecslési tanfolyamot. Ezt onnan tudom, hogy nekem például megvan, de és láttam annak idején a tananyagot, hogy mit tartalmaz. Értelemszerűen ez a pár hónapos tanfolyam nem helyettesítheti a műszaki dolgokat, meg minden ilyesmit, de joggal elvárhatnánk azért, hogy ezt az adatlapot, ezt kitöltve minden ingatlan mellé már szerintem egyébként a hirdetésbe bele kelljen tenni, vagy bele lehessen tenni. Teljesen alapinformációkat tartalmaz, ami viszont nagyban befolyásolja ingatlannak a piaci helyzetét, meg a vevői potenciált. Persze, tudom, én naív vagyok, az ingatlanosoknak az az érdeke, hogy minél több ember nézze meg az adott ingatlant. Egyrésztről ezzel teszik saját magukat fontossá, másrésztről, ha van egy anyacégük, akkor afelé ezzel igazolják azt, hogy ők dolgoznak valamit, a nagyon nem kevés jutalékért. Harmadrészt pedig nem akarják, tehát ha akad balek, aki ezeket nem veszi figyelembe, és megveszi az épületet enélkül. Na, ennyit az ingatlanosok basztatásáról, haladjunk az adatlappal, hosszú lesz. Értelemszerűen van cím, dátum, építés éve, ha ez belőhető. Az építés éve az azért fontos, mert nagyon sok technológiára, illetve szerkezeti kialakításra lehet következtetni már az építés évéből. Mikor milyen szabványok voltak életben, miért lehet igazából asztalt csapkodni, meg ilyesmik. Ettől függetlenül természetesen a magyar építőipar sajátossága az, hogy maximum irányadónak tekintették az előírásokat, ettől függetlenül még lehetnek bőven meglepetések, de akkor is legalább be lehet tájolni dolgokat. Szintek. Hát ez teljesen egyértelmű laikus számára is, hány szintes az épület, milyen szintekből áll össze. Itt, ami nagyon fontos tényező, az a szuterén, illetve a pincének a megkülönböztetése. A szuterénnél kvázi lakható állapotú pincéről beszélünk, mármint úgy állapotra vonatkoztatva, hogy vannak rendes ablakai és akár külön bejárata is. Míg a pincénél maximum angolakna, vagy keskeny ablakok, vagy ilyesmik vannak. Ami nagyon fontos szerkezetileg, hogy ez egy teljesen alápincézett épület, vagy egy fél pincéről beszélünk. Ugyanis utólagos vízszigetelés esetében már ez a tényező döntő tud lenni. Tetőtérnél szintén az, hogy sima tetőtér van, vagy tértfalas tetőtér, ez befolyásolja azt, hogy szerkezetileg kellett-e ott tértfal pillér, koszorú egyebek, és egyáltalán megvan-e ez, hogyha kellett. Olyan sorrendben haladunk egyébként, amit az előző podcastben említettem, hogy én általában kívülről nézem körbe először az épületet, és utána megyek belőle. Ez az adatlap megpróbálja ezt lekövetni, ezt a szemle sorrendet. Villanyhálózat. Villanyóránál látszik, hogy egy fázisunk van, három fázisunk van, hány amperesek a biztosítékok, van-e éjszakai áramunk, légkábel vagy földkábeles bekötés van, villanyóra szabványos vagy nem szabványos, ezeket ismerni kell, egy része ránézésre megállapítható.
kicsit bonyolultabb az, hogy a vezeték miből van vajon épületen belül. Egyrésztről több helyen meg kell nézni kötődobozokkal, tehát megbontva a kötődobozokat, viszont ezzel nagyon vigyázni kell, mert a kötődobozok általában össze vannak lettelve a fallal, tehát ha ezt te megbontod, akkor ott azt nem tudod úgy visszarakni, hogy az sima maradjon is minden. Az eladók ezért nagyon szoktak morgolódni. Vagy olyan helyen kell kiszedni a kötődoboznak a fedelét, mit tudom én, mondjuk egy mennyezetig csempézett fürdőszobánál, ahol vissza is tudod rakni, mert nem okoz ilyen problémát, vagy kamrába, vagy ilyen helyeken. Sok minden kiderül egyébként a épületben lévő szerelvényekből, magyarul, hogy milyen konnektor, milyen kapcsoló van felrakva. Meg egyébként a kötődoboznak a fedele is számomra árulkodó, tehát egy hozzáértő számára árulkodó, hogy mikori egyáltalán a vezetékelés. Már a villanyóránál is látszódik egyébként. Épületen belül is rá kell nézni egy pár helyen, és akkor meg lehet állapítani, hogy miből van a vezetékrendszer. Meg kell nézni, hogy vannak-e mindenhol kötődobozok, illetve hogy a vezetékek azok csőben futnak, vagy esetleg vakolt rendszerű, mert akkor értelemszerűen nem lehet cserélni. Nagyon sokat elárul a fírelének a hiánya is. Tehát ha van fírelé, és az nem mondjuk a tűzhelyhez van csak bekötve, hanem ténylegesen be van építve a házba, akkor az nagy eséllyel ott már legalább azon a szinten részvezetékek vannak. Vízhálózat és csatorna. Vízoraknába betekintve meg lehet nézni, hogy a bemenő vízvezeték, tehát a vízórától az horgonzott csöves vagy már KPE csöves. A belső hálózatot azt szintén meg lehet nézni sok helyen, az idomokat, horganyzott, vagy rész, vagy ötrétegű csöves, vagy vegyes a rendszer. Itt a csapoknál lehet nézelődni, illetve idomokat lehet megnézni. Nagyon sokat elárul egyébként. Ha látom, hogy 80-as évekbeli csempe van fönt a falon, akkor teljesen ki van zárva, hogy alatta ötrétegű cső legyen. Itt is megvannak azok a következtetések, amikből azért sok mindent le lehet vonni, és lehet az időbeli különbségeket összerakni. Mi, mikor, hogyan volt, és mit lehetett akkoriban rakni. Természetesen vannak benne bizonytalansági faktorok, de például egy 90-es években épült épületnél szinte teljesen kizárt, visszagorva a villanyhálózatra, hogy aluvezetékek legyenek benne. Egy 90-es években épült épületnél még lehet részből a vezeték, nagyon kis esély van rá, hogy horganzott csöves a rendszer, inkább ott már ötrétegű csövek vannak. Osztógyűjtő van, nincs, ez teljesen egyértelműen látszódik. Csatornánál igazából itt is csak a régi épületeknél lehet szó arról, hogy esetleg eternit csöves még a rendszer. A csatorna bekötés meg kiderül a számlákból, meg egyebekből, hogy van csatorna bekötés, vagy emésztőrendszeren van az egész. Nyílászárók. Nyílászároknál, főleg egy régi épületnél általában sokféle nyílászáró van. Mármint szerkezetileg sokféle. Kisebb ablakokat jellemzően behagynak régi ablakként, a nagyobb ablakokat azokat már cserélik újra. Itt is lehet fa, műanyag, hőszigetelt üvegezésű, nem hőszigetelt üvegezésű, fokozott hőszigetelésű. Itt már belelép az a adatlapon az, hogy jó, rossz vagy felújítandó állapot, tehát itt már nézem ezt is. Itt megint csak tapasztalatra kell hagyatkoznom, én ugyanis ránézve a nyílászáróra meg tudom állapítani, hogy milyen minőségű a nyílászáró. Tudom, hogy mi az, ami alsó középkategóriás vagy esetleg prémium nyílászáró, és ez nem csak a mostanira vonatkozik, hanem a régebbiekre is, tehát 20 évvel ezelőttire is, 30 évvel ezelőttire is. Ez megint csak tapasztalati tényező. Egy laikus maximum annyit tud megállapítani, hogy fa vagy műanyag, milyen hőszigetelt üvegezés van benne. Szerencsés esetben a hőszigetelt üvegezésnek a hideg peremébe bele van ütve az évszám, amiből látszódik, hogy mikor készült az üvegezés, és ezáltal a nyílászáró csere. Itt a bejárati ajtóról is szó van, hogy miből van, erkély ajtókról is szó van, hőhidasság. Ez megint csak egy kicsit szakmai dolog. Van-e ráforduló hőszigetelés a nyílászáró körül? Van-e a párkány alatt hőszigetelés, vagy csak rárakták a párkányt a falra? Ezeket kopogtatással, oda nyúlkálással, egyebekből, nyílászáró beépítési vonalából, párkány hol helyezkedik el, tehát ezeket mindet ki lehet következtetni. Hát a légzárás az viszonylag mindenki számára egyértelmű, mert oda rakja a kezét az ablakhoz, körbe simogatja belül a csukott ablakot, érezni lehet, hogy van-e levegő áramlás, vagy nincs. Áthidaló, van-e, nincs, vagy részben van, ezt a hőkamera mutatja meg legfőképpen, hogy van-e a nyílászáró fölött áthidaló, ez főként a régi ablakoknál van jelentősége. Párkány anyaga, vízorra van-e
Párkány hőidasa vagy nem, ezek mind megint egyrésztről látszódnak, másrésztről meg lehet következtetni rá. Redőny szintén látszódik, az, hogy hőidas vagy nem hőidas, azt megint a hőkamera mutatja meg, illetve hogy hova van beépítve a redőnytok, mennyire van közel az áthidalóhoz, stb. Ezt megint csak nem lehet podcastben elmagyarázni, majd megpróbálom egy utóbbi videón valamikor, amikor lesz rá időm. Tetőség ablak is nyílászáró, az is egy elég komoly költségtényező tud lenni, ha az szar. Itt a típusokat ismerni kell. Velux Lotto rá is van írva, tehát nem ördöngőség, már rá van írva általában a kilincs körül, hogy miből van az ablak, hogy milyen típusú. Nagyon fontos, hogy milyen típusú és mikor építették be, ugyanis megvannak az adott korszakoknak a jó minőségű, illetve rosszabb minőségű nyílászárói. Tehát a Fakró például az utóbbi években lett normálisnak mondható nyílászáró. Előtte nagyon a Velux mögött kullogott és nem voltak annyira jó minőségű a termékei. Most például az Optilite meg hasonlók vannak a tetősikablak termésskála legalján. De ezeket megint csak ismerni kell a beépített anyagokat. Miért van odaírva az adatlapra, hogy jó-e vagy nem jó-e a tetősikablaknak a beépítése? Azért, mert megvan az a beépítési optimum, hogy kell beépíteni a tetősikablakot. A felső szemöldöknek vízszintesnek kell lennie, az alsó párkánynak meg függőlegesnek, ahhoz, hogy a levegő meg tudjon fordulni a nyílászárónál, és ne legyen az, hogy orva-szájba vizesedik a nyílászáró. Az üvegezése, tehát a tetősikablaknak az üvegezése. Ez nagyon jellemző hiba, még új építésű épületeknél is. Ebben az esetben bontani kell a gipszkartonozást és kialakítani a megfelelő párkány, illetve szemöldök kialakítást. Hőhidasság az megint csak a hőkamerával fog látszódni. Belső ajtók azok igazából inkább csak információ jellegűek, tehát hogy milyen, itt is ismerni kell a nyílászárókat, hogy melyik milyen típusú. Ez inkább csak dizájn szempontból érdekes, viszont az, hogy van-e küszöb vagy nincs-e küszöb, egyrésztről a beépítés módjára utal, másrésztről idejére, meg komfortosságot ez azért tudja befolyásolni. Ugorjunk a fűtésre és használati melegvízre. Itt értelemszerűen az első rész az arról szól, hogy mivel állítják elő egyáltalán a fűtési energiát. Gáz, vegyessel, hőszivattyúval, klímával, egyébben, elektromosan, bárhogy. Kazánt azt illik ránézésre megállapítani, hogy nyílt égésterű, turbós vagy kondenzációs. A fogyasztást azt a podcast előző részében elmagyaráztam, hogy lehet megnézni. Gázórát kell megnézni, ott megkeresni egy bizonyos dátumot, illetve a fogyasztást leolvasni. Nagyon fontos a gázkazánnak a típusa, tehát a konkrét márka megnevezése, ugyanis itt is vannak nagyon alsó kategóriás kazánok is, olyan, amire az ember azt mondja, hogy 10-15 évet még lazán ki fog bírni, mert a márka, illetve az adott típus az teljesen jó. Kéménynél egy kis hozzáértést kíván, hogy milyen a kémény, hogy falazott bélelt, mivel bélelt, hogyan van bélelve, az állapota az milyen, főleg a tetőn kívüli állapota érdekes egyébként. Fűtésnél a csövezés nagyon érdekes lehet, padlóban fut, látszó módon fut, födém alatt fut, hol futnak a csövezések, miből van a csövezés, acélvezeték, részvezeték, ötrétegű csövezés, stb. Ez nagyon változó lehet egy ingatlanon belül is, és viszont látszódik, tehát ezt meg lehet nézni. Osztógyűjtő megint csak lényeges, hogy van-e, nincs-e, szintenként van-e. Kazánházi gépészet szintén érdekes lehet, van-e külön szivattyú, ahhoz van-e hidrováltó, van-e leválasztott rendszer. Itt már ez azért szakmai hozzáértést kíván, hogy ránézésre meg lehessen állapítani, hogy az a rendszer az csak annyiból áll, hogy vannak radiátorok és rá van rakva egy gázkazán, és annak a szivattyúja hajtja az egészet, ami egyébként még lehet működőképes is. Vagy pedig van egy padlófűtéses rendszerünk egy osztógyűjtővel, meg van egy radiátoros rendszerünk egymás után kötött radiátorokkal, ami rá van kötve így az egész unblock a gázkazárra, aminél viszont nincs hidrováltó, nincsenek külön szivattyúk, meg minden egyéb. Az a rendszer szerencsés esetben működik, szerencsétlenebb esetben áramlástanilag nem kedvező, és a komfortérzet az rohadtul nem működik úgy, ahogy kellene az egész. Tehát ott belenyúlást kíván a rendszer egy kis átalakítással. Hőleadó az, hogy radiátor, padlófűtés, mennyezetfűtés, kája, kandalló vagy split klíma, ezek egyértelműek. Nem teljesen egyértelmű az, hogy nagyon sok esetben a radiátorokhoz vezető csőkígyó megtekerését
ilyen a visszatérő megtekerését egy réteg, az eladói kör egy része az padlófűtésnek értelmezi, és megpróbálja úgy eladni. Rohadtul nem padlófűtés. A padlófűtés az direktbe letekert padlófűtést jelent osztógyűjtőkkel. Az, hogy a radiátornak a visszatérője meg van tekerve, az nem padlófűtés. Az csak egy komfortnövelő, temperáló rész, ami nagy részében egyébként zömmel nem is működik megfelelően. HMV, ami a használati melegvizet jelenti, elektromos boiler van, átfolyós gázkazánban vagy indirekt tároló van. Ha van, akkor az hány literes. Keringető ág van-e? Nincs-e? Ez is látszódik a gépészeti rendszeren. Az, hogy komfortos, igen vagy nem. Ez azt jelenti, hogy átfolyós gázkazánnál a gázkazánnak a használati melegvíz készítési üzemmódja egy csapoló helyet tud kiszolgálni egyszerre. Azt jelenti, hogy az ember elkezd zuhanyozni, oda megy a melegvíz. Amint a másik fürdőszobában, vagy akár a konyhában valaki rányít a melegvízre, abban a pillanatban elszáll a melegvíz mindegyik helyen, és elzárja, és utána eltelik egy kis idő, mire a gázkazán visszatalál arra az üzemmódra. Ez azzal jár, hogy aki zuhanyzik, az hirtelen hidegvizet fog érzékelni, amitől ő viszont föl fogja állítani a melegvizet maximumra. Miután a másik elzárta a melegvizet, az összes melegvíz hirtelen oda fog zúdulni, ami által leforrázza magát. A komfortos az azt jelenti, hogy van egy, vagy egy indirekt tároló, vagy egy elektromos boileren keresztül folyik az egész, vagy esetleg olyan kazán van beépítve, aminek van egy belső tároló mini boilere. Ez jelenti a komfortosság. Strangszellőző, belső-külső tető, ez is látszódik, amikor így körbejárja az ember az épületet teljesen. Ez azért lényeges, mert a tetőre kivezetett strangszellőzők azok általában visszaázást eredményeznek, tehát magyarul visszaázik a mennyezet a strangszellőző körül. Ez viszonylag egyszerűen orvosolható, mert van egy kondenzvízi gyűjtő csapdának nevezett dolog, ami 4600 forint, ezt rá kell cuppantani a padlástéren a csőre is megoldódik a probléma. 99%-ban ez nincsen rajta, nincsen megcsinálva. Lapozzunk akkor a második oldalra. Talajszint alatti lakóterek. Ez alatt értelemszerűen pince, félpince szuterént értem. Itt a falakat kell megnézni, hogy miből vannak ezek a talajszint alatti falak. Az, hogy talajszint alatt részben teljesen vagy hány centi, ez teljesen egyértelmű, ez látszódik. Vízszigetelés hiánya vagy, hogy van-e, ez a nedvességmérővel kiderül. Az, hogy utólagos vízszigetelés lehetséges kívül, belül vagy nem lehetséges, ez műszakilag el lehet dönteni. Ehhez már kell egy kis hozzáértés. Nedvesség. Mit jelent az, hogy vizes, nedves vagy száraz? A szárazat gondolom nem kell magyarázni, azzal nincsen probléma. A nedves pince az azt jelenti, hogy én nedvességet érzékelek a műszerekkel, viszont általában átszellőztetéssel a pince tárolásra alkalmas. Tehát kordában tartható ez a nedvesség tartalom olyan szinten, hogy bár lakóteret nem lehet benne kialakítani, de tárolásra alkalmas. A vizes pince az már tárolásra sem nagyon alkalmas, mert minden berohad, minden bepenészedik. Belmagasság egyértelmű, födémhőszigetelés van vagy nincs, ez a lakótér felé lehet érdekes. Gépészet. Általában, ahol alá van pincézve az épület, ott a szennyvízvezetékeket, illetve a vízvezetékeket a födém alatt látszóba szokták elvinni, és ez látszódik. Fűtött, igen vagy nem, ez is teljesen egyértelmű. Az, hogy a födém miből van, ez megint csak hozzáértést kíván, vagy a dokumentációkból látszódik, ami rendelkezésre áll, ha rendelkezésre áll. Itt is a hőkamera egyébként nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy lakható-e a pincerész, az zömében a nedvességtől függ, megközelíthetőségtől függ, illetve a belmagasságtól függ. Ez az, hogy lakható igen vagy nem, ez nem a adott pillanatnak a függvénye, hanem előtte lévő műszaki információkból következik. Az, hogy most jelenleg lakják, az nem jelenti azt, hogy lakható is egy 2021-ben elvárt komfortnak megfelelően. Alapozás. Az alapozás olyan dolog, amiben zömében csak a vagy a rendelkezésre álló dokumentációkból tudunk informálódni, vagy pedig a tulajdonos elmondása alapján. Nagyon ritka az, amikor valahol látszódik az alapozás. Jellemző egyébként régi házaknál, hogy ahol van egy kis pince vagy ilyesmik, ott azért lehet látni, hogy a pince miből van, az abból van az alapozás is. Abból a szempontból nagyon fontos, ha valaki tetőteret akar beépíteni,
akkor nagyon-nagyon fontos az alapozásnak a miensége, mélysége, és hogy mennyire károsodott az alapozás. Itt a rossz hír az az, hogy csak feltárással lehet ezt konkrétan megnézni. A fal mellett le kell ásni az alapozás aljáig, és megnézni a szerkezetet, tehát miből van, milyen mély, és alányúlva milyen széles. Ez mindenképpen helyszíni feltárást kíván, amit én nem fogok elvégezni. Komoly az érdeklődő, azért előfordult az, hogy a tulajdonos megengedte, hogy az érdeklődő alásson, lefotózta, mérőszalaggal lefotózta, nekem átküldte, és az alapján én vagy a statikus tudtunk nyilatkozni arról, hogy alkalmas erre az épület. Azt tudni kell, hogy hiába hívsz ki statikust, ő is csak következtetni tud feltárás nélkül a dolgokra. Vagy a dokumentációból tud esetleg számolni, viszont a dokumentációk egy jó része, főleg az alapozás tekintetében nem feltétlenül igaz. Pláne egyébként a 90-es években előtt épült épületeknél. Ott azért nem is raktak vasat az alapozásba, hanem megengedett volt a maximum 30% kő bedobálása a betonba, ami aztán lehetett sokkal több is. Az előtte levő építési időszakokban meg sajnos előfordult a rakott kő alap vagy a tégla alap is, ami igazából majdnem azt mondom, hogy szinte biztos, hogy kizárja a tetőtérbeépítésnek a lehetőségét szakaszos alapozás nélkül, ami viszont súlyos milliókat jelent. Ugorjunk a lábazatra. A lábazatnál annyiban előnyösebb helyzetben vagyunk, hogy sok esetben van leválva a lábazati vakolat, és látszik, hogy téglából, kőből, betonból vagy vegyes szerkezetből van. Az, hogy hőszigetelve van-e a lábazat, az látszódik. Egy-egy luk helyén, például a RS csatorna rögzítési pontjánál, vagy a járdánál alányulva a hőszigetelésnek, ki lehet tapintani, hogy az XPS, EPS vagy milyen anyagból van, meg esetleg, hogy milyen vastag. Az, hogy milyen anyagból van, ez megint csak tapasztalat kérdés. Ha én alá tudok nyúlni és meg tudom nyomni a hőszigetelést, tudom, hogy az milyen anyag. Magassága egyértelmű, felületkezés, műgyantás, vakulat, burkolt, ilyesmi, az teljesen egyértelmű. Felhajtott vízszigetelés kérdése, na ez egy jó kérdés. Ennek a biztos eldöntéséhez vagy fényképes dokumentáció kell az építés folyamáról, vagy valami olyan sérülés kell, ahol látszódik a felhajtott vízszigetelés. Károsodás van, nincs, ez is teljesen egyértelmű. Járda és gépkocsi beálló, szemrevételezéssel, beton, kavics, térkő, milyen állapotú, tehát ezeket be lehet x-egetni, meg be lehet karikázni. Terasz vagy erkély. Az, hogy hőszigetelt vagy nem hőszigetelt, ennek egy része látszódik, egy része a hőkamerával látszódik, egy része meg elmondás alapján dokumentációból következik, vagy pedig pont a dokumentációval ellentmondva a vastagságokból kikövetkeztethető, hogy nincs ott egyáltalán semmi. Az, hogy milyen anyagból van, vagy ilyesmik, az szintén következtethető, illetve a dokumentációban benne van. Hőidassága az hőkamera. Az, hogy vízszigetelésen van vagy nem, itt a károk meg az állapota alapján ki lehet következtetni. Cseppentőlemezt azt lehet látni. Az, hogy milyen burkolat van rajta, az szintén látható. Terasznál és az erkénél sajnos 90%-ban a vízszigetelés elkészítése az meg a lejtése az problémás. Ezeket viszont műszakilag meg kell nézni. Itt van elejtés, megkopogtatni a burkolatokat szélén lévő csomóponti kialakításból és szerkezeti vastagságból ki lehet következtetni azt, hogy megfelelően van elkészítve vagy nem. Ez már elég magas röptű műszaki tudást és fejben lévő csomópontokat igényel, ezt ehhez tényleg érteni kell. És ez fotók alapján sem nagyon derül ki, mert egy terasz tényleg három dimenzióban látni kell ahhoz, hogy azt lehessen mondani, vagy egy erkét, hogy megfelelően van hőszigetelve vagy nem. Ez különösen igaz egy lapos tetős lakott tér fölötti teraszra, mert azt lehet igazából elbaszni, és annak rohadt sokba kerül a felújítása, meg a javítása, hogyha beázik. Lapozhatunk megint. Itt a vízszigetelés kérdése megint visszatér, mert ha korábban az alápincézett részeknél vettük figyelembe, most viszont a földszinti részeknél. Ehhez megint a nedvességmérő nyújt segítséget, hol van vízszigetelés, illetve maga az építési technológia és építési idő nyújt információt. Az, hogy a külső falak miből vannak, itt aztán rengeteg információ lehet az épületről. Nem feltétlenül akarnak minket átverni az ingatlanosok vagy az eladók, de nem feltétlenül vannak tudatában annak, hogy ők is, hogy mit árulnak,
és ez tényleg nem feltétlenül rossz indulat, bár egyébként már találkoztam direkt megtévesztő magatartással is. Egyszerűen nem tudják az emberek, főleg egy vegyes falazatú épületnél, hogy melyik, hol, meddig tart a tégla, honnan kezdődik esetleg a vályog vagy egyebek. Ez falvastagságból következtethető, illetve a hőkamera nagyon sokat segít. Például egy szilikát falnál nagyon jól kirajzolódnak a szilikát téglának a nagyobb blokk méretei a hőkamerában, még nyári időszakban is, amikor kicsi a hőfok különbség a külső és a belső között. Itt is az építési időszak segíthet nagyon sokat, hogy vajon miből van. Legtöbbet itt tényleg a műszerek, illetve maga a vastagságok, fesztávok segítenek, hogy eldöntsük abból, hogy miből van az épület. Az, hogy belül vakolt, gipszkartonozott, milyen minőségű a vakolat, ezt kopogtatással meg lehet állapítani. Hogy károk vannak-e, értelemszerű repedésekre utalok. Külső színezés, kőporos festett kapart, ezt el lehet dönteni. Az, hogy milyen állapotú, ez szintén szemrevételezéssel, kopogtatással eldönthető. Az, hogy van hőszigetelés, vagy nincs, ez szintén eldönthető. Vastagságát azt valahol le lehet mérni, akár egy sérülésnél, akár az aljánál. Érdemes rámérni, mert volt olyan ingatlanos, aki 20 centi hőszigetelést mondott, és a valóság meg 12 volt, és még a odarakott mérőszalagnak sem hitte el, ezt le kell mérni. Az, hogy EPS-t, hungarocell, grafitos EPS, kőzetgyapot, vagy hőszigetelő perlit vakolat van, ez egy-egy sérülésnél látható, eldönthető. Belső válaszfalak miből vannak? Tömörtégla, vászkerámia tégla, iton, gipszkarton, ezek általában vastagságból eldönthetők, itt is az építés éve az, ami főképp döntő lehet. Kopogtatással és szerkezeti vastagsággal ezek eldönthetők. Megint elbasztam a lehajtót. Az, hogy van-e koszorunk vagy nincs, egyrésztről szerkezeti kialakításból is kijön. Egy vasbeton gerendás födén nagyon ritkán van koszorú nélkül. A hőkamera az, ami igazából megmutatja azt, hogy van-e körbe koszorú, esetleg meg van-e valahol szakítva. Mondjuk azt, hogy a régi házrészen nincsen, az új házrészen van. Ezek mind-mind a hőkamerával látszanak. És szintén nagyon fontos az, hogy tért fal pillérek, illetve koszorúk vannak-e egy tért falas tetőtér beépítésnél. Ugyanis ha nincsen, az olyan szerkezeti hiba, ami majdnem azt mondom, hogy kizárttá teszi a vételre ajánlásnak a pecsétjét. Az, hogy a födén miből van, ez megint csak elég magas röptű műszaki tudást igényel. A terveken, hát az újabb terveken, mondjuk azt, hogy a 90-es évektől, 2000-es évektől kezdődően már általában azt írták rá, de itt sem feltétlenül igaz ez. Még most új házépítésnél is találkoztam azzal, hogy elgerendás födén volt kiírva, és közben meg körüleges födén balót raktak fel. Ez sem szentírás. Itt is a hőkamera nagyon sokat tud segíteni, valamint a födén vastagságnak a lemérése. A fesztávok azért fontosak, mert ez is segít eldönteni, hogy milyen gerendás födém lehet esetenként, valamint fafödémnél azért vannak bizonyos fesztávkorlátok, ami fölé nem szerencsés, ha a fafödém megy, vagy pedig akkor a keresztmetszetnek kell lennie. Az, hogy a felületképzés milyen alulról, tehát vakolt, álmennyezet vagy nátpalló plusz vakolás, ezek igazából a költség szempontból fontosak. Ha van egy vakolt, nátpallós fafödémünk, viszont le kell cserélnünk fölötte a tetőt, akkor 90%, hogy az egész épület utána igényelni fog egy álmennyezetet, ugyanis a tetőcsere során egyrésztről megkönnyebbül a fafödém szerkezet, tehát már ott kialakul egy repedés, utána megkapja az új terheléseket, ott is kialakul egy repedés, ha még pláne esetleg közben meg is ázik a fafödém, akkor meg pláne. És egy nátpallós, vakolt mennyezetet újra vakolni, hát az egyrésztről nem nagyon lesz olyan, aki bevállalná, másrésztről nem nagyon lehet esztétikusan, normálisan megcsinálni. Mindent meg lehet természetesen, csak nem ez a jellemző. Ilyen esetben mindenképpen számolni kell egy álmennyezettel, aminek azért van egy 10.000 forintos négyzetméter költsége jelenlegi árfekvésben. Károknál egyértelműen arra utalok, hogy repedések, ilyesmik látszódnak-e a födémen. Padló. Padlónál a vízszigetelés az elsődleges. Értelemszerűen itt a nedvességmérő műszer tud segíteni, illetve a műszaki dokumentáció. Az, hogy hőszigetelt vagy nem, rengeteg dologból lehet következtetni arra, hogy van-e hőszigetelés a padlóban. Kint le lehet mérni a hőszigetelést a padlószintig, tehát a hőszigetelés aljától a padlószintig, vagy a belmagasságból lehet következtetni. Itt is mérési eredmények és sokféle következtetés van az, amiből kijön az, hogy
mi a padló rétegrend vastagsága, abból értelemszerűen levonjuk a burkolatot és a zajzatbetont, és ki fog jönni az, hogy mennyi a hőszigetelés. Nagyon sok esetben van az, hogy egyáltalán nincsenek tisztában a tulajdonosok azzal, hogy mi került be, még új házaknál sem, hanem a műszaki dokumentációra hagyatkoznak, ami viszont nem igaz, vagy nem mutat igazat. Burkolat az teljesen egyértelmű, kopogóhangszigetelés az egy emeletes vagy tetőtérbeépítéses épületnél érdekes, hogy van-e. Ezt is méréssel lehet többnyire megállapítani, vagy látszódik esetleg a hőszigetelés. A belmagasság az megint teljesen egyértelmű. És akkor a megjegyzésbe bele lehet írni az esetleges repedéseket, meg ilyesmiket. Negyedik oldal, tetőszerkezet. Az, hogy kezelt, nem kezelt, vagy kérdéses, ez is kíván némi nemű műszaki szakértést. Egyértelműen kezelt az olyan faszerkezet, ami látszódik, az a zöldes kezelés, vagy narancssárga kezelés. Nem mindig látszódik teljesen, mert van, ahol csak belemártották a szerkezetet, és csak foltokban látszódik. Tehát egy erős zseblámpával ezt végig kell nézni, ezt a teljes szerkezetet, ahhoz, hogy ez eldönthető legyen. Létezik szintelen kezelési módszer is, tehát olyan anyag, viszont pont azért van rikító színe, mert ennek látszódnia kell ránézésre, meg kell, hogy állapítható legyen, hogy kezelt a faszerkezet, vagy nem kezelt. Ha nem kezelt a faszerkezet, főleg egy újabb épület esetében, az azért jelentősen rövidíti az élettartamát a tetőszerkezetnek. Ez egy olyan, mintha egy autón nem lenne alvázvédelem. Az, hogy maga a tetőszerkezet üres fedélszékes, fogópáros, kétállószékes, bagducos, ez már megint csak műszaki információ. Az, hogy van-e talpszelemen, igen vagy nem, ezt azért általában még a laikusok is látják. Az, hogy van-e rovarkár vagy nem, itt szintén végig kell nézni szarufáról szarufára, illetve fáról fára az egész tetőt. Nem elég az, hogy az ember, sok esetben nem elég, inkább úgy mondom, nem elég az, hogyha feldugja az ember a padlástérre a fejét és körbevilágít. Sok esetben találkoztam azzal, hogy már olyan házhoz hívtak ki megnézésre, amit megvásároltak, mert hogy volt kint egy mérnök ismerősük, és amikor felmentem a tetőtérre, akkor mutogatom a vár tulajdonosnak, hogy hát volt olyan bizony, hogy az öklön belefért a szarufába, annyira szét volt rohadva, meg a kocsikulcsot bele tudtam nyomni a faszerkezetbe, annyira fel volt puhulva, annyira szét volt rágva. Mondta, hogy hát a mérnök barátja az fölhukkantott a padlásra, körbenézett, és azt mondta, hogy hát a tetőszerkezet jó állapotú, miközben rohadtul nem az, pár év múlva gyakorlatilag az egész tetőt kompletten cserélni kell. Végig kell nézni lámpával, megnyomkodni a szarufákat, megnézni, van-e rovarkár benne. Az, hogy milyen fedés van rajta, azt szerintem még laikusok számára is megkülönböztethető, hogy pala, zsindely, korcolt bádog, kerámia cserép vagy betoncserép, még szerintem ezt is meg tudják különböztetni. Az, hogy vannak-e károk, ez jellemzően beázásra utal, vagy pedig arra, hogy cserép esetén nincs-e szétfagyva a szerkezet, mármint maga a cserép. A szarufa méretek azok mérőszalag le kell mérni. A szarufa távolság, ezek azért fontosak, mert bizonyos szarufa távolság fölött nem lehet már cserepet felrakni, mert egyszerűen a tetőléc meghajlik a távolságba. Tehát egy 100 centi fölötti osztás köznél könnyebb fedést kell választani. Beszéltünk egy cserepes lemezről, Gerardról vagy hasonlóról. Az, hogy tetőfólia van-e vagy nincs-e, ez is egyértelmű dolog, igen nem. Az, hogy hálóerősített párazáró vagy páraátteresztő, ez már igényel némi műszaki háttértudást. Az ereszt az, hogy látszó vagy szarufa véges, dobozolt, az miből van, vakolva, lambéria, ez is ránézésre megállapítható. Az átszellőztetés az eresz felől látszódik, hozzáértő számára. Az, hogy a tetőméret mekkora, ezeket mindet le lehet mérni, illetve le szükséges lemérni általában. Ha a tetőtér be van építve, az mivel van hőszigetelve, általában padlásról látszódik, hőkamera nagyon sokat tud ebben is segíteni. Pláne az állapotát tekintve, hogy jó, rossz, gyenge vagy felújítandó, illetve a hőhidasságot is ez dönti el. A vastagság részben látszódik, főleg tetősik ablakoknál egyébként, onnan le lehet mérni, de máshonnan is ki lehet ezt deríteni. Az, hogy van egy belső párazárás, ez általában kiderül akkor, hogyha az ember fölmegy a padlásra és félretúrja a hőszigetelést, látszódik alatta, hogy készült-e párazárás, illetve annak az anyaga kideríthető, hogy miből van. Párazáró fóliából, alubetétes bármilyen fóliából, vagy csak sima nejlon van odarakva. Az áttörések alatt azt értem, hogy vezetékek, bármiféle vezeték átmegye a hőszigetelésen, magyarul a padláson van-e vezetékezve. Az, hogy a burkolat mi, ferdesíkok, illetve lakótér felüli burkolat, az is teljesen egyértelmű. Lambéria, poszdória, vakolt, sima gipszkarton, tűzálló gipszkarton. Ezek részben ránézésre, részben kopogtatással
megállapíthatók, a károk meg teljesen egyértelműen repedésekre, beázásokra utalnak. Ha nincsen tetőtér beépítés, akkor viszont van padlásunk általában. Itt is az a lényeg, hogy hőszigetelés van-e, miből van, ez hőhidas-e, itt is a hőkamera tud nagyon sokat segíteni, illetve itt azért ránézésre is sok mindent meg lehet állapítani. Párazárás szintén félretúrva a hőszigetelést van-e, miből van, áttörések szintén vannak-e. Padlástér át van-e szellőztetve, a fóliaképzés, illetve a homlokzati falakon vannak-e esetleg áttörések. Károk szintén ebből adódóan beázások, hőszigetelés, lukak, stb. Bádogozás, esővíz, elvezetés, itt az anyaga egy hozzáértő számára elég egyértelmű, hogy horganzótból van, aluból van, vagy részből, esetleg műanyagból vannak az ereszt csatornák, illetve a bádogozások. Kéményeknél nagyon sok probléma szokott lenni a nem megfelelő bádogozásból, tehát beázik, stb. Ez is a padlástéren megnézhető. Cseppentőlemez, igen, van vagy nincs, szintén az ereszt felől ezek megállapíthatók. Lefolyók száma, hogy megfelelő vagy nem megfelelő, ez a tetőfelülettől függ, illetve az épület taglaltságától, méretétől. Esővízelvezetés. Itt részben a tulajdonosra kell hagyatkoznunk, hogy ha azt mondja, hogy a földbe bevezetett ereszt csatornák szikasztóba vannak kötve, vagy gyűjtőbe, nem látunk megint csak a föld alá, a szikasztónak az anyaga is egyébként, hogy miből van és mekkora. Van egy megjegyzés a végén, hogy az ingatlan személye során roncsolásmentes vizsgálatok és mérések történtek, az eltakart szerkezetek hibái és hiányosságai maximum kikövetkeztethetők egyéb hibákból. Kicsit ilyen saját felelősségem, nem is az, hogy elbagatelizálása, de egy olyan mondat, ami biztosítja számomra azt, hogy nem vállalok felelősséget olyan dolgok iránt, amit értelemszerűen nem láttam és nem tudtam megmérni. Ez lett volna az adatlapnak a taglalása. Mint ahogy mondtam, letölthető ez az adatlap podcastnek a linkjén, használjátok nyugodtan. Természetesen ezzel az adatlappal nem azt szeretném, hogy kapok egy hirdetési linket és egy ilyen kitöltött adatlapot, segítsek már az ingatlan eldöntésében, megvásárolható-e vagy nem. Nagyon szívesen segítek sok mindenkinek, de ilyen jellegű munkákat csak korlátozottan tudok. Egyrészt a felelősség miatt, másrészt meg az én időm sem végtelen, tehát korlátozottan tudok bevállalni. Nem szeretném azt, hogyha utána a felelősség az gyakorlatilag rám hárulna, mert azt mondtam egy ingatlanra, hogy nyugodtan vegyétek meg, miközben azok a sarkok nem lettek lefotózva, vagy azok a részek nem lettek lefotózva, amik miatt viszont azt mondtam volna, hogy ez az ingatlan teljesen felejtős. Nem lehet helyettesíteni ezzel a műszaki adatlappal, és akár sok-sok fotóval a teljesen átfogó képet az ingatlanról. Ha nem is én, de akárki más hozzáértő műszaki szakember segítsége szerintem nélkülözhetetlen egy házvásárláshoz, nehezen spóroljatok. Ennyi lett volna akkor ez a Monológ Podcast. Remélem segítettem sok mindenkinek, én is közben megérkeztem az úti célhoz, úgyhogy sziasztok a legközelebbi hallgatásig.